Legyetek kitartok. A pénteki ballagás főpróbája zajlik a Vörösmarty általános iskola udvarán. Az egyik végzős azt mondja, nagyon várja már, hogy 8 év után új környezetben, új osztályban tanulhasson. De vegyes érzések vannak benne, hiszen a közösséget és a tanárait nagyon megszerette. Ez egy nagyon érdekes érzés, ugyanis régen persze mindenki erről álmodik, hogy milyen lehet végzősnek lenni. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó érzés, és új esélyek állnak elém, így a következő iskolára tekintve. Egy másik nyolcadikos pedig azt mondja, ez a nyár más lesz, mint a többi, hiszen az osztálytársakkal szeptemberben már nem találkoznak. Megyünk családdal nyaralni sokat, meg mamámnál leszünk a családdal, meg hát azért tervezek a jövőbeli osztálytársaimmal is találkozni sokat, remélem össze fog jönni. Én nyaralni megyünk. Az udvar másik részén a kicsik éppen az aszfaltra rajzolnak, az akáció felirat már kész, és a tengerpart képe is kezd kirajzolódni. Nagy várakozás előzi meg az idei vakációt az iskolások körében, ebben az osztályban, és láthatók a visszaszámlálás jelei. Berendezzük a szobát, és csináljuk a szőnyeget. Itt a gyerekek a Borivárban tett kirándulási élményeiket elevenítik fel. Szerintem nagyon szép a vár, és mi a kapuhelyet lépcsőt csináltunk. A Vörösmartyban a kemény tanulást az utolsó héten felváltotta a játék. Olyan programokat szerveztek a gyerekeknek, melyek erősítik a közösséget és élményt adnak számukra, mondja az intézmény igazgatója. Az utolsó napokat igyekeztünk már egy kicsit vidámabbra szervezni. Nálunk az iskola másként hét keretein belül vannak projektnapok. Ezek zajlanak most is itt az iskolában, amit nagyon élveznek a gyerekek. Ez egy kicsit más szemléletű tanulás, abszolút projekt játékos élménypedagógiával. A Vörösmarty általános iskolában péntek az utolsó tanítási nap, és a ballagás is ezen a napon lesz. A város iskoláinak többségében is így lesz, bár van olyan intézmény is, ahol szombaton búcsúznak a végzősöktől.